Darabontok, egyes sorba igazok. Zászlós alakzatból lép ki. Darabontok, szolgálatra jelentkez. Székely udvarhelyi Bak Dávid, szolgálatra jelentkezett. Székely udvarhelyi Bálint Tamás, szolgálatra jelentkezett. Székely udvarhelyi Bálint előtt, szolgálatra jelentkezett. Székely udvarhelyi Sándor Mátyás István, szolgálatra jelentkezem. Székely udvarhelyi Gerép Zalá, szolgálatra jelentkezem. János Zsigmond fejedelem a 16. században két várat építetett itt a Székelyföldön. Az egyik ilyen vár, ugye itt Székelyudvarhelyen épült fel a Székely támadt vár. A várok körül összegyűjtötték a tehetősebb, tapasztaltabb, katonáskodásra alkalmas embereket, és belőlük szerveztek egy puskás gyalogságot, akiket ruházatuk színe után neveztek vörös darabontoknak. A Székely darabontok, trabantok voltak a vörös darabontok. Emellett voltak még fekete, zöld és kék darabontok is. A feketék a szászok voltak, a zöldek a hegyi vadászok, akik a fejedelmet kísérték el a vadászataira, és a kékek voltak a fejedelem személyes testőrei. Ők képezték úgymond az elit alakulatát, elit katonasságát abban az időszakban az erdélyi fejedelemségnek, és az egyetlen székely származású erdélyi fejedelem, Székely Mózes, már 17 éves korában a kék darabontok közé tartozott. Legfontosabb fegyverük a kanócos puska volt, ami egy egyszerű szerkezettel rendelkezett, és nagyon megbízható volt, használtak ugye szabját, használtak fokost is. A tizedesnél meg lehet figyelni azt ugye, hogy prémmel szegélyezték a süvegét. Nyári viseletet nem lehetne viszolgani? Lehet, hogy melege van a cimborán. Melege van. Volt is nyári viselet. Vagy van neki hűsítő. Nem hűsíti a posztó. De ez igazából annyira szigetel, hogy megőrzi ugye a testőmérsékletet. Nyugodtan be lehet állni a darabontok mellé, lehet velük fotózkodni, fényképeket készíteni. Nyugodtan tessenek jönni. Cine puska pe humat?